Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, meg a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem többé az élet az ételnél, a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem is aratnak, magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyik te tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogy nőnek, pedig nem fáradoztak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon minden dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul, s holnap a kemencébe kerül, így öltöztet Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyítőek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségtek van. Ti mindenek előtt Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezek mind hozzá adatnak nektek. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium így. Keressétek elsősorban Isten országát, és annak igazságát, és a többi mind hozzáadatik nektek. Testvérek, ebben a kijelentésben talán a legfontosabb, elsősorban, mindenek előtt. Azt is jelenti, hogy mindenben. Hát nem pénzt kell előbb keresni a megéletéshez? Hát nem élni kell előbb, enni, inni, ruházkodni, és utána jöhet a vallás. A vallásból nem lehet megélni. A pékségbe fizetni kell, a patikában is. Az emberek nagy tömege így gondolkodik. Sajnos vallásos hívő emberek óriási tömege. Még templomba járok is, ugyan így gondolkodnak. Persze, mert valamit összekevernek. Az élet föltételeit az élet lényegével. Viktor Frankl, aki megjárta a haláltáborokat, írja, nem igaz az a mondás, hogy primo vivere, de inde filozofári. Előbb élni kell, aztán filozofálhatunk. Nem igaz? A haláltáborokba filozofáltunk. Arról gondolkodtunk, hogy mi az egésznek az értelme. Hogy van-e egy Isten, hogy győz a szeretet. És ezért éltük túl. Nagyon romboló az, ami majd megy a médiába. A föltételeknek a fölcsigázása. Akkor láttam, hogy az egész európai civilizáció megrohad, amikor a 80-as évek elején Franciaországban éltem, és ott egy taknyos, makrancos gyerek azért toporzékolt, hogy ő neki nem kell a narancsízű forró fogkrém, meg a grapefruit ízű se kell, neki a málna ízű kell. Nagyapám sóval megmosta a fogait.
Jön majd a nagy böjt, erőszakkal le kell mondani sok mindenről. Ez nem élet. Sokszor még kolostorokba sem is. Az élet föltételeit fölcsigázzák, és azonosítják az élet lényegével. De mit állít itt szembe az Úr Jézus egymással? Valóban a vallást, az Istennel való kapcsolatot állítja szembe a munkával, amelyel meg kell keresnünk a kenyerünket? Valóban a mindennapi feladataink szemben állnak Isten országának keresésével? Nem inkább a szándékok állnak egymással szembe? Nem arról van-e szó, hogy az emberi élet alapföltételeit azonosítjuk az emberi lét, az emberi élet lényegével? Testvérek, itt egy nagyon nehéz gondolatot kell elmondanom, és azt tessék ma délután végig gondolni. A természettudományok fejlődés az egy óriási ajándék. Örülni kell neki. A fizika, a kémia, stb. Fejlődése. De ezeknek a fejlődése rossz hatással lett az embernek az életről való gondolkodására. Tehát nem a természettudományoknak a rossz volta. Tehát mi van a természettudományokban, fizikában, kémiában? Ha megvan minden lehetősége annak, hogy ez a gép beinduljon, akkor be kell indulnia. Ha nincs meg, ha nem indul be, akkor hiányoznak a feltételek. Na most ezt kezdjük átvinni az emberi életre. Azt hiszük, hogyha megvan minden feltétel, meleg szoba, finom ételek, ruhák a szekrénybe, biztos fizetés, akkor az emberi élet beindul, nem indul be. Gyűlölhetik egymást. Egy óriási filozófiai csúsztatás, hogy a szükséges feltételek az nem az emberi élet lényege. Bocsánat, már egy helyen korábban kezdődik ez. Az első élő sejt megjelent valamikor a Földön. Egy sejt. Erre most keresik, hogy a világ mindenségben hol vannak olyan föltételek, ahol megjelenhet. Bocsánat. Nem a föltételek hozták létre. Mert az élettelemből nem lesz élő. Az nem egy gép. Itt egy óriási, az emberi elméket megfertőző csúsztatás van. Soha nem fognak előállítani egyetlen élő sejtet sem. Soha. Az egy teremtés. De az anyaga élettelen. Bármennyire megvannak a feltételek az élethez, nem produkálják már az életet sem. Mi pedig nem csak egy élőlény vagyunk, növény vagy állat, hanem szabad személy. Valaki vagyok. Ezt sem hozták létre a feltételek. A fejlett emlősöknek hiába fejlődött ki az idegrendszerük. Az nem termelte ki azt, hogy én. Mert én szabad vagyok, az állat pedig nem szabad. És ami nem szabad, abból nem lesz valaki, aki szabad. Testvérek, a technikai civilizáció erre épül, ott nincs mese. Ha kémiában megvannak az együtthatók, egy robbanóanyaghoz, és meggyújtjuk, vagy beindít, az robbanni fog. Tehát a föltételek beindítják magát a folyamatot. Az emberi életnek a föltételei nem az emberi életnek a lényege, ha megvannak az úgynevezett föltételek, de az embernek nincs célja, nincs reménysége, gyűlöletet tapasztal magad körül, sivárság, ürességet. Képes eldobni az életét. Milyen érdekes, a öngyilkosságok soha nincsenek háborús és veszélyes időbe, hanem a jó módba. Pedig minden megvan. Ezért mondja az Úr Jézus. Hát akkor mi a lényeg? A szeretet? Igen. De nem akármilyen. Hanem amit Krisztus hozott.
az a föltétel nélkül, kihagyás nélküli örök szeretet. Amikor nem cseréli le a házastársát a másik, mint ahogy a leveti a piszkos inget. Mert őt nem lehet helyettesíteni. Mert a házasságnak a feltételei sem hozzák létre a házasságot magát. Az egészséges szexualitás, ami kell, a szerelem, stb. Azt se hozza még létre. A házasság két szabad embernek elkötelezettsége, és akkor működik minden. Mert hiányozhatnak a feltételek néha, de megvan az elkötelezettség, nem születik gyermek például. Kivesznek árva a házból, és boldogan élnek. Vagy megöregedtek, a nemi élet abba marad, de nem marad abba az a gyönyörűséges szerelem, amelyben nem lehet fölcserélni a másikat. Testvérek, ezt hozta Krisztus Urunk. Egyedül Jézus védi még a szerelmet ebbe a lerohadt Európába. Mindenki elárulta. És ezt az elárult, lecsökkentett, megmérgezett szeretetet kínálják az embereknek. Ezzel megrontják az ifjúságot. Mi az emberi élet lényege? Ez a szeretet pedig Istentől van. Ezért mondja Krisztus, Isten országa bennetek, köztetek van. Lehetetlen igazán emberi módon élni Isten nélkül, vagy legalábbis Isten keresése nélkül. Nem azért élünk, hogy együnk és igyunk, hanem azért eszünk és igyunk, és veszünk levegét, és ruházkodunk, hogy tudjunk szeretni, másokért élni. Így viszont már a kenyérkeresetbe, a lakás berendezésébe, a házépítésébe is bele tudja vinni az ember a szeretetet. Egy jó ebédbe is, amit édesanyán készít, vagy a feleség, és megteríti az asztalt. Ott nem az állatok zabálnak, ott az emberek esznek. És íme egyszer csak van egy olyan asztal, amelyen Isten önmagát adja nekünk. Így maga a mindennapi cselekvés átminősül. Szeretetből, másokért keresem a kenyeret, gondolkodom, készülök, imádkozom. Önmagamat szeretném odaadni. Egy nagy átváltoztatás megy végbe. Igen, a két világ nem azonos. Az élet külső föltételei és az élet lényege. De az élet lényegéhez szükséges föltételeket is a lényegből kell az embernek megteremteni, szeretetből. És hogyha az alapföltételek válnak céllé, a gazdagság, a birtoklás, az, hogy mit spájzolunk be, hogy mi van a bankba, közben lerombolhat emberek élete. Ez a bálványimádás. A bálványimádás nem Istent sért, Isten nem lehet sérteni. Az embert sérti. A bálványimádás embertelen. Azért fáj Istennek, idézőjelben fáj, mert nekünk tesz rosszat, ha a mammon lesz a mindenünk. Milyen lenne ez a világ, ha szeretet lenne a lényeg elsősorban, mindig. Isten országának keresése. Nem kellene polgári őrség és rendőrség, katonaság és kivilágított nagyváros. Micsoda spórolás. Nem kellene biztonsági őr és biztonsági zár. Nem lenne lopás, csalás, rablás, és nem lenne hazugság. Nem hazudnának a bankok, nem hazudnának a tudományba, mert hazudnak sokszor, és nem hazudnának a politikába. A betegségek kutatására menne óriási összeg. Minden ember élhetne a Földön. Tessék ezt végig gondolni, akármilyen naív, meseszerű, ostobának tűnik. Mert jaj nekünk, hogyha ettől eltértünk. Mert Isten ezt akarta. Aki ebbe soha nem gondol bele, elvágta annak a lehetőségét, hogy az Úr Jézus szavait komolyan vegye. Mert az Úr szavai mögött ott ragyognak a kezdetek, a bűn előtti paradicsomi állapot és a föltámadás utáni élet.
Ugyanakkor az Úr az egyetlen realista, aki számol azzal, hogy a bukott ember egy olyan világot épített ki, amelyben döntött Isten országa, vagyis a szeretet ellen, amelyben bálványozza a feltételeket, és nem látja a lényegét. Egyházi életünkben, testvérek, megvalósítható. Az a megdöbbentő, hogy az, amit most így egyetemesen nem megy az országok szintjén, egy családba megy. Egy kolostorba mehet. Döntöttek. Ez kellene, hogy egy egyházközségbe is ez menjen. Hogy az egyházban ez menjen. Mert ha az egyházban ez nem megy, akkor ott buknak ki a leggyalázatosabb vétkek. Mert ott van az Isten országa erősen, világosan, egyértelműen. Az egyházban könnyebb meglátni a lényeget. Mert itt van velünk az Úr, aki föltámadt és velünk van. Aki a mindennapi életet megszentelte. Testvérek, a keresztény lelkiség az egészen ellentétes az összes többi vallásnak a lelkiségével. Nem amellett kell neked kereszténynek lenni, lelki életet élni, hogy dolgozol, hanem a dolgozásban. Jaj, nem marad időm lelki életet élni, mert itt vannak a gyerekek. Hát a gyerek nevelésbe kell élni az Isten országát. A pogány az kettéhasítja az életét. Van egy istenes élete, amikor bemutatják az istenségnek az áldozatot, örülnek, stb. És utána persze azért lakatták jól az istenséget az áldozatnak az illatával, hogy hagyjon bennünket nyugodtan hétfőtől élni, és ne szóljon be az életünkbe. Egy vallás, amely arra való, hogy kizárja az Isten. Nincsenek ilyen katolikusok? Hogy én most megadom a tiédet, egy órát itt vagyok, de hogy holnap mit csinálok? A bukszámba, az ágyamba, a konyhámba, a kamrámba nem nézhetsz be, semmi között hozzád Isten. Ez egy tudathasadásos világ, ez nem kereszténység. Mert a mi Istenünk emberré lett. És az Úr Jézus nem imádságokat mormolt egész nap, hanem Szent Józseffel együtt faragta az ekéket, kerendákat, izzadt. Néha nem kaptak munkát, munkanélküliség volt akkor Palesztinában. Hazatértek, és azt mondták, édesanyám, holnap nem tudunk hova menni. Nem baj, fiam. Ahogy Jézus ott áll az ágypad mellett, és mégis Istenben van, ez a keresztény. Mindenbe belevinni az Isten országát, az Úristennel együtt lenni. Akkor is, amikor keressük a kenyeret, amikor nincs munka és munka után megyünk. Ebben az állapotban is Istennel vagyok, mert ő velem lett, ő belépett az én életembe. Talán ezt jelenti, és még sok minden mást, hogy keressétek elsősorban, nem másodsorban Isten országát. És most kaptuk egy feladatot, testvérek, amit én gyakorlok. Amikor holnap felébredtek, és ezt most gyakoroljátok egész húsvétig, az első gondolat az Isten legyen. Ha a második, akkor már megbuktunk. Szívem első gondolatja. Zseniális kis imádság. Nem a második. Ahogy visszakaptam az értelmemet. Szeretlek, Istenem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Atyám, itt vagyok. És már indulhatsz a mosdóba. De nem a második. Meglátjátok, hogy áthasonul a napunk. Egészen természet fölötti gyökereken áll az egész nap. És minden megbukik, ha már arra gondolsz, hogy jaj, ma ki kell fizetni a villanyszámlát, ma ez meg az nincs. Az utána jön, az ebben van. Testvérek, az olyan predikáció, amely nem ad feladatot soha, vagy amelyben önmagunknak nem adunk elhangzó előadás, aminek nincs értelme. Ezek nem előadások, mi közösen papok és hívek
tanulunk Krisztus tanítványai lenni. Megkaptuk a feladatot. Ahogyan a Zsoltáros mondja, Isten, te vagy az én Istenem. Áttede luce vigiló. Hozzád ébredek, ahogy fölkelt a fény. Keressétek elsősorban Isten országát. A többi, mint hozzáadatik nektek. Amen.